Zétábori Piroska, Mikulás, kijárott az úton, sötét éjszakában, kezében kampos bot, hátán teli zsák van. Mosolygós a képe, fehér a szakála, hét mérföldet is lép, hatalmas csizmája. Megáll minden háznál, kinyílik az ablak, valamit tesz, vesz ott, aztán tovább ballag. Kis cipő, nagy cipő, száját mind kitátja, mind a jó Mikulást, ajándékát várja. Egyik kicsi cipőt telirakta jóval, másikat vesszővel, finom suhogóval. Van is aztán reggel nevetés meg sírás, minden ablak mellett ott járt a Mikulás. Benedek Elek, Mikulás apó. Amikor télen hullani kezd a hó, indul útjára Mikulás apó. A szél szakállát tépi, lengeti, de ő kigyelme ezt csak neveti. Egy pillanat, átszáll a tengeren, egy pillanat, mindenütt ott terem. Hátán egy zsák, vagy mivel van teli, miben a gyermek örömét leli. Magyaró, diós, az ég tudja még, hogy mennyi mindenféle nyaladék. A zsák kicsiny, egy vékás sincs talán, és mégis, mely csodás talán. Ki a kicsiny zsák, addig nem örül, míg a jó apó nem járja körül. Szép rendiben az egész földkerekét, s nem látta annak minden gyerekét. Alszik a gyereknév, sejtelme sincs, hogy az ablakon zőren a kilincs. És nyíl az ablak, lassan, s megjelen Mikulás apó késő éjjelen. Jóságos szemem, mely kedves dolog, az alvó gyermekekre mosolyog. Az ablak közt egymást ott felejt, egy-két magyarót a földön elejt. A koppanásra ittott egy gyermek, megmozdul, aztán tovább szendereg. Móra Ferenc Mártonka levele. Aranyos nagyapó, ákom, bákom, mákom, szíveden kopogtat kisunokád Márton. Szíveden kopogtat gyönge kis ujjával, könnyeket pergető nehéz bánatával. Mit ér, amit küldtél a szép csengős szánkó? Az egész határban régen nincsen már hó. Aranyos nagyapó, ákom, bákom, mákom, tudod-e, mire kér kisunokád Márton? Gyere el mi hozzánk, légy te a télapó, fehér szakálladból hát ha hull majd a hó, hát ha hull belőle erdőre, mezőre, hát ha a tavasz még visszaijed tőle. Boróka, borókás teteje, kerek halom havom, hát ha repülhet még csengve bongva a szán. Aranyos nagyapó, ákom, bákom, mákom, csókolom a kezed kisunokád Márton. Gazdag Erzsi, honnan jöttél télapó? Honnan jöttél télapó? Hó országból hol a hó, hely a stagnyi takaró, a tenger meg hatakó. Jeges medve a barátom, varta meg kabátom. Kibérelte bundával, hogy az úton ne fázzam. Szarvasomat befogtam, szíves szóval biztattam. Úgy szaporált a lábad, szél se éljen utánad. Meseország világos, hországgal határos, s Meseországból az út egyenesen ide fut. Ide már, télapó, gyere már, jöjj el, éljen a tél, tőled senki se fél. Gyerekek, egy találós kérdést mondok, kiről szól? Nagy szakálló hópihe, hány éves ő, tudod-e? Olyan öreg kora nincs a puttony a telekincs. Mit gondoltak, miért ő szerepel a találós kérdésben? Egy dal dúdolok, ha ismerős nektek, énekeljük el közösen. Hullahó, hullahó, mesebeli álom, télapó, zuzmarád, fújdogál az ágon. A kis nyúli dereg megbújik a földön, nem baj, ha hullahó, csak vadász ne jöjjön. Parányi ökörszem kóporog az ágon, vidáman csípogja, süt még nap a nyáron. Beszélgessünk ma télapóról, akit Mikulásnak is hívunk. Tudjátok-e, honnan ered a neve és a Mikulás napi ajándékozás? Én azt hallottam, hogy a Mikulás elnevezés cseh eredetű, magyarul Miklósnak, eredeti nevén Nikolausnak hívták, aki püspök volt és a vagyonát a szegényeknek adta.
A legenda szerint egy szegény ember lányit úgy mentette meg, hogy három egymás következő éjjel aranypénzzel zacskót dobott be az ablakon. Igen, valószínűleg innen származik az a hagyomány, hogy a Mikulás az ablakba teszi ajándékait. Mit szoktatok tenni Mikulás nap előtt december 6-a előestéjén? Kitisztítjuk a csizmáinkat és cipőinket, majd kirakjuk az ablakba. És miért kapcsoljuk Mikulás naphoz a hóesést? Mert télapó szánkon jön. Télországból fontos hírjött üzenet, gyors járású szélpostával érkezett. Ma éjszaka útnak indult télapó. A nagy híre szállingozni kezd a hó, milliónyi hócsillagot hint a tél, fütyörészve nagy munkához lát a szél. Hópihékből sző a fürge fergetek, puha fehér gyémánt fényű szőnyeget. El is készül, mire megjön a télapó, s minden befed ez a puha csillogó takaró. Azonban ebben az évben, mielőtt télapó elindult volna, segítenie kellett egy kedves kis huncut teremtményen, aki csintevése miatt kitagadott a tündérek közül, anyja a tündérkirálynő. Hogyan segített rajta? Ha kíváncsiak vagytok rá, nézzétek meg a következő történetet. Csengő visszhang, Dérike, ide hozzám azonnal! Induljatok az erdőbe, s nézzetek körül, hogy felkészültek-e az állatok télapó fogadására. Hamarosan megérkezik világjáró körútjáról, és azt szeretném, ha meglepnénk őt egy kis ünnepséggel. Parancsodra, már repülünk is, felséges tündérkirálynő! Tündérkirálynő, tündérkirálynő! Könyörgöm, drága mamácska, hadd menjek én is velük, már halálra unom magam ebben a fényességes, káprázatos palotában. Szó sem lehet róla, te vagy az udvar legkisebb tündérlánya, szeleburdi természeted miatt mindenki csak szervész kisasszonynak hív. Annyi pajkosság és rakoncatlanság szorult beléd, hogy még tönkre tennéd az ünnepségünket. Nekem most mennem kell, és te is igyekezz a dolgodra. Csak azért is utánuk megyek? Senki sem tilthatja meg. Majd magamra terítem ezt a kopott köpönyeget, így senki sem ismer fel. Hú, egészen kimelegettem ebben a nagy cipelésben, pedig dermesztő a hideg. Csengő, csinglinglin, számcsengő, számcsengő, csinglinglin, télöblén takarik. Földobban két nagy ló, kop, 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 nyolc patkó, kop, 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 csönzsákból hangot lop. Szétmáló hangerdő, csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén táborring. Mikulás, a gyereke bábjátékkal is készültek neked. Téli éjben, havas erdőn, télapót a szánon, mesebeli tölgyfa alatt elnyomta az álom. Hópelyhecskék egymást kérdik. Mi lesz így a szánnal? Télapó még sose késett a cukorosztása. Nélkülünk a cipőcskében reggelre nem lesz semmi jó, nekünk kell a teli zsákkal a városba menni, kis mókusám. Szólt Hópihá. Arra kérlek téged, gyere velem télapóhoz, kell a segítséged. Szólt egy másik. Nyuszikáim, ne hagyjatok bajba, gyertek gyorsan az erdőbe, télapóval baj van. Segítsetek télapónak eltolni a szárnyát, tudjátok, hogy a gyerekek holnapra őt várják. A harmadik félve pillant Mackó ajtajára, tudja azt, hogy Mackó kényes télen az álmára. Mégis fel kell ébresztenem, gondolja magában. Különben a sok ajándék bennmarad a zsákban. Nyújtózkodik, ébredezik télapó a szánon. Jaj, mi történt? Elaludtam. Ó, de szánom, bánom. Hópelyhecskék csilingelik. Hoztunk segítséget reggelre, az ajándékod ott lesz, ahol kéred. Mackó fogat lett a számból, mókus megy az élen, ő vezeti a menetet erdőn, mezőn, réten. Tapsifüles nyuszik tolják télapót a szánnal, teli lesz a falu város gyerekkacagással. Az elmúlt hétvégén meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját, ma a másodikat.
hagyomány van kialakulóban itt Tapolcán, méghozzá az a hagyomány, hogy advent minden vasárnapján a történelmi egyházak közül egy jön el ide a szabadtéri Betlehemhez, és szolgál, segít nekünk felkészülni karácsony csodájára. Ma este az evangélikus egyház tapolcai gyülekezetét képviselve jött el hozzánk Honthegyi Zsolt lelkész úr. Ő következik most. Advent, érkezés. Az Úr érkezése. De kit is várunk adventben? Gyakran azt gondoljuk, hogy a kisdedet. De az advent nem a kisded érkezésének ünnepe, hanem Krisztus érkezésének ünnepe, a megváltó érkezésének várakozása. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt, azok útnak indultak és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Jézus úton van, és egyre másra megtapasztalja azt, amivel már születése pillanatában szembe kellett néznie, nem fogadják be. Mielőtt Jeruzsálembe felmenne, hogy a Golgotán életét értünk adja, még van ereje arra, hogy újból kísérletet tegyen, hogy a samáriaiak között evangelizáljon, azaz jobb belátásra bírja őket. Sokszor válunk mi is ilyen samáriai emberekké, akik valami miatt nem tudnak előtte megnyílni, nem tudnak neki helyet biztosítani életükben. Ő sosem ront be senkihez, sem ajtóstul. Egyre csak vár. Isten lelke adott neki erőt, hogy ellenálljon a kísértésnek, bölcsességet a farizeusok furfangos kérdéseivel szemben, értelmet, hogy te vedd őt észre, és te hívd őt életedbe. Isten lelke ma is Jézussal van. Felemelő üzenet számunkra, hogy nem kell kétségbeesve, ideig, óráig tartó megoldásokért nyúlnunk oktalanságunkban, tanácsért életünk reménytelennek tűnő pontjain, erőért erőtlenségünkben. Mert ő nem erőszakkal akar valakinél megszállni, és ő nem ítélkezni jött, hanem hogy megkeresse az elveszetteket, amilyenek mi is vagyunk, lehetünk Jézus nélkül. Miért lennénk nélküle elveszettek? Mert Jézus nélkül tele van az élet olyan örömökkel, amit a világ próbál velünk elhitetni. Hajszolom ezeket az örömöket, aztán rádöbbennek, hogy ezek is csak ideig órákig okoznak nekem boldogságot, de valójában sosem töltik ki azt az űrt bennem, ami oly hiányos, ami oly nagyon fáj. Ha van néha olyan érzésed, hogy az örömök után futkosol, és hogy ilyen örömöt megszerez, ismét új örömre vágysz, tudd meg, hogy elvesztél a szemfényvesztő világ sűrűjében. Elveszett reménységedben vedd észre őt, aki ott van melletted, és csak arra vár, hogy nyiss felé. Tökéletes szeretetében önmagával szeretne megajándékozni minket. Nem kell megkerülnünk az egész világot azért, hogy rátaláljunk, hiszen ő itt jár közöttünk. Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott ténfereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő lyukba gurítja. Ő sosem gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcukat pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre. Nem tolakszik és nem verekszik, ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban talán nem is hittem, de amikor egy nagy zsákot vittem, s ledobván ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom őt mindenképpen, minden dolgában tetten értem. S tudom is, miért szeret engem, tetten értem az én szívemben. Amen. Mi pedig szeretnénk megköszönni a Batsányi János Tagintézmény tanulóinak a kedves szereplést, és megérkezett most már a Mikulásunk is, úgyhogy szeretnénk kérni a Mikulás bácsit, hogy a szereplő gyerekeknek adja át a megérdemelt csomagot. Jó estét kíván az öreg Mikulás bácsi mindenkinek, gyermekeknek, volt gyermekeknek, és minden tisztelt látogatónak, aki eljött erre a szép kis... Hulla pejjes fejéró, jöjj el kedves télapó, minden gyermek
piros alma mogyoró. Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg.